Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a csatornán. Nagyon szépen köszönöm a sok feliratkozást. Nagyon hálás vagyok érte, és a sok kommentet. Ezt a fejezetet a csillagmagokhoz szánom, és úgy gondoltam, hogy még egy részt intézek hozzájuk, még egy üzenetem van a csillagmagokhoz. Nagyon-nagyon sok kommentet és privát üzenetet kapok tőletek, és elkeseredett, kilátástalan helyzetben lévő csillagmagoktól, akik óriási csalódásokat élnek át, és hiányzik nekik egy kis bátorítás, egy lelki támasz. Azért gondoltam, hogy még ezt az írást, amely Anita Stellától származik nagy része, de beleszőttem a saját gondolataimat is, hogy még ezeket itt a második részben átadom nektek. És ha bántanak titeket az embertársaitok, ti ezt bántásnak veszitek, sértésnek, azt is mondtam egyik videóban, hogy ha ehhez érzéseket kapcsoltok, akkor különösen erős az indítatás arra, hogy karmát hoztok létre. Tehát a legjobb az, ha nem fűztök hozzá semmilyen érzelmet, semmilyen gondolatot, hanem egyszerűen lepereg rólatok. Persze nyilván elhiszem, amikor az embernek még nincsen erős önbizalma, akkor könnyű ezt mondani. Azért olvasom fel, hogy tudjatok egy kis önbizalmat meríteni ezekből a gondolataimból. Ne félj azoktól az emberektől, akik el akarnak téged taposni. Akik el akarnak téged nyomni, akik azt akarják veled éreztetni, hogy kevesebb vagy náluk. Azért teszik mindezt, mert pontosan érzik és tudják, hogy mennyire értékes vagy, hogy egy magas, isteni minőséget képviselsz, hogy olyan erő lakozik benned, mely félelmetes a számukra, és érzik, hogy nem tudnak jelenleg hozzád felérni. Ezért akarnak téged lehúzni az ő szintjükre, vagy az alá. Tudat alatt rettegnek tőled, mert a te fényed nem vakító, nem hivalkodó, hanem megvilágítja az igazságot. Azt az igazságot, mely oly félelmetes a számukra, mely annyi fájdalmat és keserűséget hoz a felszínre, és mely megmutatja, mekkora üresség lakozik a szívükben, és hogy mennyire elzárják magukat a szeretettől. Neked az a dolgod, hogy töretlenül tartsd magad, hogy továbbra is őrizd lelked tisztaságát és fényét, és ne hódolj be semmilyen eszmének, mely nem azonos a lelked hívásával. A benned lakozó isteni szeretet a te iránytűd. Ő mindig tudja, mit kell tenned, merre kell haladnod, kiben kell megbíznod. A lényeg, hogy ne bírád felül, ne akarj nála mindent jobban tudni, ne akarj mindent észérvekkel megmagyarázni. Az egóval, ugye? Hallgass mindig a belső intuíciódra, a belső érzésedre, az fog vezetni téged az utadon. Nem a tudással van a baj, a hamis tudással van a baj, a korlátozott tudással van a baj, a tudás szeretet nélküli alkalmazásával van a baj, ezért is van az, hogy aki még nem kellően tiszta, csak korlátozott mértékben tud hozzáférni. Ez egyfajta védelem. Itt említem meg, hogy a következő videókban lesz tisztítás és védelem is, amelyek ezután következnek. Ezért kell minél szorosabb kapcsolatot ápolnod a lelkeddel, ezért kell megtanulnod különbséget tenni aközött, hogy mi az, ami valóban a lelkedből szól, és mi az, ami a kondicionált elme szüleménye. Mindig az első gond, mindig az első érzés az az intuíció. Mindig az a legelső. És azután mit csinál az ego? Megpróbálja felülírni. Ugye észérvekkel megmagyarázni, az már nem onnét jön. Fényed világosságot hoz a tudatlanság sötétjébe, a szeretet nélküli világ útvesztőjébe. Tudd, hogy nem véletlenül vagy itt, hogy egy olyan erőt és értéket képviselsz, amely felbecsülhetetlen a jelenlegi zűrzavaros időkben, hogy egy olyan szilárd bástya vagy, mely ha néha el is bizonytalanodik, de mégis olyan erős, mint a kőszikla, és töretlen méltósággal hisz a szeretet, a szerelem mindenek feletti erejében. És a plejádoktól egy üzenet a csillagmagokhoz. Változás következik be, egy dimenzióváltás, amely csökkenti a harmadik dimenziós sűrűséget,
és ezáltal magasabb szintekre fogtok emelkedni, ahol a test, ahol csökken a test sűrűsége. Azért jöttetek ide, mert irányítani szeretnétek az evolúciós folyamatot, és részesei akartok lenni. Ez mind nagyon izgalmas lesz, hiszen több valóságsíkon működtök majd. Minden válasz ott van bennetek, mélyen eltemetve. Azért tódulnak felszínre a kérdések, hogy saját bensőtökből felhozhassátok rájuk a válaszokat. Ahhoz, hogy erre képesek legyetek, először el kell hinnetek, hogy az információ valóban bennetek rejlik. Az emberiség kiemelkedően fontos leckét tanul most. A tananyag természetesen az, hogy miként ébredjetek rá a saját isteni lényegetekre, kapcsolatotokra, a teremtővel, a mindennel. A lecke az, hogy felismerjétek, minden összefügg mindennel, és ennek a mindennek ti is részesei vagytok, csillagmagok. Ennek az életnek a legfájdalmasabb útját járjátok, mégis valahogy van bátorságotok mosolyogni, önzetlennek lenni és támogatni másokat. Egy öreg lelket, csillagmagot szeretni, és ő szeretve lenni, ő általa szeretve lenni az univerzum ajándéka. Köszönöm a figyelmeteket. Szép napot kívánok, sziasztok!